Különleges vendégeket fogadott Hajdonánás város a június 5-én a kora délutáni órákban. A hagyományos török viselet, az íjak, a nyilak, no meg Mónus József jelenléte viszont már jelezte, hogy a messzi földről érkezett vendégek török íjászok. Barton, Konya és Bursa városok tradicionális íjász klubjainak delegációja ugyanis egy Európai Uniós Erasmus sportprojekt keretében érkeztek hozzánk a Hódos Imre Sportegyesület meghívására. A Városházán a vendégeket Szolát Tibor polgármester mellett Mónus József, íjász világrekorderünk és dr. Kis József, a Hódos Imre Sportegyesület elnöke fogadták, majd másnap a Somorjai László sportcsarnokban közös edzéssel folytatódott a program. We are here for the European Union, especially under the Erasmus Plus sport project. Turkey is the coordinator country. We developed the project, especially cooperation in traditional archery in European project. Our project title is that. Turkey. In Turkey, we have three different clubs: Bursa, Bartın, and Konya. Our European partner is the Hajdunas sports club. Our main purpose to develop the traditional sports and especially in archery, and to continue this traditional sports to our future generation. We founded by the European Union, and we continue our activity. We are here for two different activity, 4 days training, and one day is a friendly tournament. We will do it, and we are learning here, especially Hungarian traditional archery techniques, and also some practice with them, and all the history of the Hungarian traditional archery we are learning. Next month we will be in Bartın with Hungary and the other three clubs. We will meet in Bartın, and in Bartın they will learn the Turkish traditional archery techniques and history and practice. And at the end of, we have a big competition, especially. It's not friendly, but big competition. It will be in the same in Bartın, Turkey. A projekt nagyban alapoz Mónus Józsefre, többszörös íjász világrekorderünkre, akinek sok barátja, harcostársa van a török íjászok között. In this project, especially we developed together with the Mónus, during the preparation time especially, we learned many things from his experience and his techniques. And during the preparation of the project, we came together and discussed and what will we do. And of course, with the Mónus experience and the success, our main purpose, learning something from him. We thanks to him during the preparation of project, application time, and after here, during the event time, again we are here. Thanks to him. Bu projede bizim en büyük ortağımız olan Josef Mónus kardeşime vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendisi Macaristan'ın geleneksel okçulukta gururudur. Biz de kendisiyle Türk okçular olarak gurur duyuyoruz. Teşekkürlerim. Dr. Kis József egyesületi elnök szintén igen megtisztelőnek tartja, hogy ilyen nagyszabású nemzetközi programban vehet részt az egyesület, különös tekintettel Mónus József személyiségére. Volt egy elképzelés a török íjászok részéről, hogy szeretnének valamilyen formában közelebb kerülni a Mónus Józsefhez, tekintve azt, hogy ők sem, és a világon más sem tudja őt legyőzni. És hát szeretnének gondolatom szerint valami némi nemű műhelytitokhoz hozzájutni. És hát a Mónus Józsefünk nem zárkózott el ettől a fogadástól, és a török íjász kollégák és sportszervezők találtak hozzá egy úgynevezett Erasmus Plus pályázatot, ami gyakorlatilag megfinanszírozza számukra ezt az utat. Természetesen szakmai tartalommal van töltve, ami az íjászatra fókuszálódik, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy természetesen Magyarország iránt is így érdeklődnek, én azt gondolom nagyon helyesen, és több más nevezetességet megtekintenek, részt vesznek olyan rendezvények, amelyek nagyobb tömegeket mozgatnak meg az íjászat irányába. Vannak műhelynapok, műhelymunkák, beszélgetések. Volt egy napjuk, amikor az ausztriai fővároshoz kötötte őket, tehát próbálják tartalmasan feltölteni ezt az időt.
eredménynek is tekinthető. Nagyon nagyra becsüljük Mónus Józsefnek a munkásságát és eredményességét, és azt gondolom külön kitüntette is számunkra, hogy beleélhetünk egy korban, hiszen óriási sportmunkát végzett és végez napról napra, és hát ugye azt is elmondhatjuk, hogy a világon azon a versenyen, ahol még elindult, nem talált legyőzőre. Tehát egy ilyen ikonikus alakkal, egy élő legendával együtt lenni, az nagyon-nagyon komoly elismerés számunkra. És ennek kereteibe súlykolódott be ez a török delegációs látogatás, és én azt gondolom, hogy egész életemben keresztül fogok erre emlékezni, hogy ennek részese lehettem. Akin ahó régóta ismeri Mónus Józsefet, többször harcoltak is együtt, de mint mondja, még soha nem tudta legyőzni. Biz Macaristan'a gelmekten, Handros'a gelmekten çok mutluyuz. Bursa'dan geliyor, Türkiye'nin Bursa ilinden. Akıncılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü'yüz biz. Bünyemizde 100 öğrenciyle Bursa'nın en büyük kulübüyüz aynı zamanda. Çocuklarımızla beraber bizde genelde çocuklar ağırlıklı 8-9 yaşla 16 yaş arasında çocuklarda dikkat dağınıklığı, odaklanma ve konsantrasyon için 10 numara bir spor. Manoş'la menzil yarışında Türkiye'de birkaç kere denk geldik. Tabii biz dereceye gelemedik. Manoş beyefendi şampiyon olmuştu, birinci olmuştu. Kendisiyle orada tanıştık ve dostluğumuz halen devam etmekte. Onu tanıdığımıza da çok mutluyuz. Törökországban nagyon sok gyermek gyakorolja az íjászatot, és ehhez sok támogatást biztosít az állam, főként az utóbbi 20 évben, mondta Ömer Kocs, a törökországi tradicionális íjász szövetség elnökségének tagja. Geleneksel Türk Okçuluğu şu anda Türkiye'de yaklaşık 5 yıl önce kurulan bir federasyonla daha da büyük bir ivme kazandı gelişmesi. Aynı zamanda uzun yıllardır, zaten yaklaşık 20 yılı aşkındır, geleneksel Türk okçuları kulüp bazında da çalışmalarını devam ettiriyorlardı. Geleneksel Türk okçuluğu şu anda okullar vasıtasıyla, kulüpler vasıtasıyla daha çok gençlere ve çocuklara yayılmaya başladı. Bununla ilgili de Genç Spor Bakanlığımızın ciddi anlamda projeleri ve destekleri var. Bu konuda Avrupa geleneksel okçuluğu ve dünya geleneksel okçuluğu konjonktüründe bakıldığında şu anda geleneksel Türk okçuları dünyada ilk 3 kategoride yer alabilecek düzeydeler. Így aztán nem véletlen, hogy a delegációban fiatalok is vannak, nem csak tapasztalt harcosok, mondta Hüseyin Yaman, aki mint mindegyik város küldöttsége két versenyzővel érkezett Bartın városából. Evet, gençlerimiz de var. Yarışmacı demeyelim de eğitim maksatlı. Macaristan, Macar kültürünü öğrenmek, yeni şeyler öğrenmek için buraya geldiler. Macar halkıyla tanışmak için, kaynaşmak için buraya geldiler. Bir kültür alışverişi, hem spor kültürü hem de normal bir kültür alışverişi için buraya geldiler.